A mai videóban nem Amerikából, Kaliforniából jelentkezem, hanem a csodálatos Mexikóból, mégpedig Oaxaca városából. CBX, ez a Cross Border Express. Itt vagyunk San Diego legdélebbi részén, ami itt van ugye a mexikói határon. Átkelőhely, amely gyakorlatilag direkt beátvisz minket a tihuánai, azaz a határ túloldalán lévő mexikói határváros repterére. Ugyanis sokkal olcsóbb a tihuánai mexikói repülőtérről elrepülni Mexikóba, vagy bárhová Közép- és Dél-Amerikába, mint a San Diego-i repülőtérről. Amint láthatod, ez teljesen úgy néz ki, mint ugye egy sima repülőtér, és itt gyakorlatilag a repülő jeggyel, illetve azt hiszem olyan 30 dollárba kerül fejenként, szépen be lehet így csekkolni, és szépen átsétálunk a túloldalra, anélkül, hogy a határon való átjutással kellene bajlódjunk. Ilyen ez az átkelő hely, tehát itt mutatja is, ugye ez a ugyanúgy T, ami a Tijuana repülőtér, a Tijuana városnak a rövidítés, és itt mutatja, hogy így, itt kelünk át gyakorlatilag, most megyünk át, Amerikából, Mexikóba. San Diego az itt van a mexikói határon, és ezt nagyon-nagyon sokan használják, ezt az átkelő helyet, ami már 8 éve van itt. Eddig is lehetett ugye Tijuanából repülni más országokba, olcsóbban ugye sokkal, de mindig a tényleges határon kellett átmenni, de amióta ezt megépítették, iszonyatosan könnyű, és nagyon megéri. Azt még tudnod kell, hogy amikor Mexikóba mész, ahhoz kell vízum, de ingyenes. Most is csak itt ezen a CBX-en kitöltöttük a számítógépen a szükséges adatokat, és kinyomtatja neked a gép, és már mehetsz is. És itt van, itt mutatja, ez annyira jó, ez a kedvencünk, hogy most Amerikában vagyunk, Mexikóban. De azt is lehet, hogy a bal lábad van Amerikában, és a jobb lábad pedig Mexikóban. A határ, az amerikai-mexikói határ. Bal lábam Amerikában, jobb lábam pedig Mexikóban van. Hát nem buli? Tijuana amúgy. Hát nem az igaz, nem az a Mexikó, amit majd így a videóban meg fogok mutatni, ez egy csúnya határváros, de nagyon praktikus, mert simán át lehet ide jönni. Ezen itt vagyunk, az a nagy rácskerítés, az ott ugye a határ, ez pedig maga a tijuanai reptérben. Bizony itt Mexikóban, még a repülőtér is ilyen gyönyörű színesre ki van dekorálva, annyira szép. Itt vagyunk Oaxaca, Mexikóban. Most érkezünk meg a központba. Annyira jól néz ki minden ilyen színes. Az Airbnb-nk. Itt van egy ilyen kis mini konyha. Itt van az egyik hálószoba. Itt visz le egy lépcső, itt a másik hálószoba. Nagyon szép! És ez egy ilyen loftos, tehát ilyen galériás, magyarán szólva. Ó, ez a csempe emlékeztet a konyhámra. Íme a fürdőszoba. Meg én vagyok. Itt vagyunk a kis Placita-n, a Oaxaca-nak a központjában, az egyik kis terén. Igazi őrültek háza! Nem tudom, miért engem úgy emlékeztet Magyarországra. Ilyenek a járdák. Itt a városközpontban. Eljöttünk erre a kis reggeliző helyre. Annyira tűnt.
az a neve, hogy citronella, az a citronella is, hát nem elképesztő. Gyönyörű. Oaxaca ugye nagyon híres a csokoládéról, amit itt készítenek, és itt, amikor rendelsz ilyen waffle-t, hoznak ilyen kis üvegcsébe mellé kis extra csokoládét. Elképesztően jó illata van. Jó kis csoki, helyi csokoládé, amit itt készítenek. Igazi jó kis mexikói csoki. Mexikó az ilyen színes kavalkád, és kicsit olyan káosz minden. Mindenfajta vásárfia. Nagyon színes minden. Itt az utcán folyton vannak árusok, amelyek ételt, illetve gyümölcslevet árulnak. Oaxaca, Mexikónak az egyik állama, amely délen fekszik, Mexikó várostól délre, a Csendes-óceán nagyon közel, és a területe az úgy 95.000 négyzetkilométer. Ezek a kis szűk utcák, ezekkel a színes házakkal itt körülöttem amúgy annyira jellemzőek egész Mexikóra. Nekem amúgy már régebben is mondták a helyiek, amikor más részén jártam Mexikónak, hogy itt sokszor az emberek évente átfestik a házukat különböző színűre, ugye? Mert ezáltal is szerencsét, bőséget, gazdagságot szeretnének maguknak bevonzani az új esztendőre. Szegény kutyus! Ez itt tehát Oaxaca belvárosa, Oaxaca City. Ez a fővárosa, vagy a megyeszékhelye, magyarul így mondanánk, Oaxacának. És ez az elmúlt pár évben nagyon-nagyon népszerű lett. Nem véletlenül, mert ugye nagyon közel van a tengerparthoz. Nagyon híres a kézműves alkotásairól, ezen kívül itt Oaxacában 7 féle molét készítenek. Az egyfajta ilyen mexikói szósz, amely itt Oaxacában van mindenfajta színben, sárga, zöld, piros, csípős, nem csípős. Híres még a mezcalról, ami szintén az agave növényből készül, mint ahogy a tequila is, csak az a különbség, hogy a tequilát az csak a kék agavéból lehet készíteni, míg a mezcalt az bármelyik agavéból. Ahogy ugye párolják, az is nagyon különleges. A mezcalnak van egy ilyen nagyon füstös íze a tequilához képest, és már azt is megtudtam, hogy a mezcalnak van 3 különböző készítési módja, tehát még azon belül is nagyon sok minden, sokfajta variáció létezik. Oaxaca még szintén híres ugye az ételekről, különböző textíliákról, annak a készítéséről. Milyen jó kis színes teraszuk van. Oaxaca szó, az azték oaxacacac szóval származik, és amúgy azt jelenti, hogy a tök orra. Székhelye pedig, ahol most vagyunk, Oaxaca de Juárez, ami Benito Juárez, aki egy mexikói elnök volt, ő róla kapta a nevét. Tortilleria, ahol ugye a tortillát készítik.
Van egy tortilla készítőgép, és sok liszt ott a háttérben. Kukoricaliszt. Hagyományosan ugye kukoricaliszből készítik a tortillát, de amúgy sima lisztből is szokták csinálni. Az utcai ételárusok. Ez Mexikó egyik leghíresebb és legnagyobb művészeti és kulturális központja. Bizony itt sietni kell, amikor átmenjünk az utcán, mert nagyon nem állnak meg ám az autók. Ami amúgy itt feltűnhet neked, legalábbis nekem feltűnt, hogy itt Mexikóban, ezt már amúgy több helyen is láttam, rengeteg ilyen cipő, pucoló, tisztító kis bódé van felállítva, ezek a fehér ponyvás kis helyek, és ide amúgy nem a turisták, hanem a helyiek mennek, és ez a cipő fényesítő, és itt fényesítik ki a cipőjüket. Ez itt Mexikóban nagyon-nagyon elterjedt. Ez annyira ijesztő, itt fekszik ez a kutyus. Szegény, senki nem megy oda hozzá. Itt annyira sok kóbor kutya van. Ez itt az egyik legrégebbi helyi piaca Oaxacának. Így néz ki belülről egy mexikói piac. Itt aztán minden van. Friss fénycsikaja. Ugye itt annyira vallásosak, hogy még ide is kitesznek a piac közepére egy ilyen kis oltárt, és sokan ide jönnek imádkozni. Ugye mennyire hasonlítanak a magyar ilyen népművészeti díszítésekre? Szerintem annyira hasonló. Igazi mariachi viselet, még a legkisebbnek is. Tücsköt lehet enni. Úristen! Chile? És ez ugye nagyon jó. Úristen, az ember megkóstolja. Még meg is van paprikázva. Úristen, én jövök. Mejor no verlo, no comerlo. Nem is az. Ez itt hagyományos ám itt Oaxacában. A tücsköket, ilyen bogarakat megeszik, és amúgy megpaprikázzák, tehát még csípős is. De nagyon jó volt. És egészséges, mert tele van fehérjével. Ez itt megpörkölt. Nem is tudom, bogár. Nem tudom, milyen bogarak. Hát tücsök, de lehet, hogy valami más. Őrület. Amadeusz bokara teszik. De jó, ez egészséges. Nem, ezek ilyen ciripelő tücskök, valamilyen bogarak. Az egész amúgy fejben dől el, amikor bogarat eszel, de ha nem nézel rá, és úgy csak hirtelen lenyeled, akkor olyan, mintha nem tudom, valami csípőset, vagy valamilyen, olyan, mintha valamilyen magokat ennél. Mondjuk pörkölt, mogyorót, vagy mandulát. Igazi piac. Itt pucolják meg a csirkéket. Azt a elképesztő. Mekkorák ezek a tortillák. Ilyen sok garnélarák van itt. Na és itt aztán meg lehet őrülni, annyira sok étel van. Ott vannak a különböző molék, különböző szószok. Igen, van fekete, piros, zöld, sárga molé. Ha ellátogatsz Mexikóba, vagy igazából bárhová, akkor menj el a helyi piacra, és egyél ott, oda járnak ugye a helyiek is enni, és minden friss, és nagyon autentikus. Ez itt a piros, és a fekete molé, ugye a feketében van csoki, a pirosban valamilyen paprika, és ezt így ráöntik a csirkére. Csoki és molé amúgy, ilyen fura módon nem is édes, hanem ilyen kicsit édes, de csípős, és nagyon sűrű, nagyon-nagyon finom.
Ez pedig egy tipikus oaxacai étel, az a neve, muchas gracias, az a neve, hogy tlayuda, ez vegetáriánus, de ugyanúgy csinálnak húsból, csirkéből. Gyönyörű, ezt így össze kell hajtani, és ilyen szendvicsként megenni. Ez ilyen kemény, kicsit olyan, mint az ilyen pászka, tehát ez egy ilyen, meg ez is egy nagy tortilla, és így le kell törni, és így darabonként enni. Úgy szeretem, hogy itt kijönnek a konyhából, és az itt dolgozók leülnek, és beszélgetnek az itteni vendégekkel. Nagyon ízlik nekik a mollé. Négyünknek összesen olyan 20 dollárba került az, amit ettünk. De a bankot is úgy hívják, hogy a Steak Bank. Ez egyfajta felvonulás itt Oaxaca központjában. Nekem nagyon tetszik, hogy ugye ilyen a járda, és amikor az ember bejön egy boltba, akkor ott is járda van. Nem jó pofa? Itt vagyok, Oaxaca város egyik legnagyobb főterén, ahol a Santo Domingo de Guzmán bazilika található. Ezt most nézzük meg. A Santo Domingo de Guzmán templom a város egyik legemblematikusabb helyem. A világörökség része. 1550-es években kezdték el az építését a domonkos szerzetesek, ugye, akik azzal a céllal jöttek ide a kolonizáció idején, hogy ugye az őslakosokat evangelizálják. A katedrális spanyol barokk stílusban épült. Hiszen a gyarmatosítási időkre vezethető vissza. Itt ennek a templomnak a helyén állt a helyi indián törzsnek a szent helye, egy bizonyos temploma épületem, amelyet a gyarmatosítók leromboltak, és ugyanarra a helyre az épület köveit felhasználva építették meg ezt a templomot. Ez a csodálatos épület, ez 1980-as években vált a világörökség részévé. Ez az impozáns templom Mexikó történelmének fontos pillanatainak volt a része. A mexikói szabadságharc idején ez a templom a szabadságért harcoló katonák fő hadiszállása is volt. Ez itt a templomnak egy könyvtára. Ez például az 1700-as évekből való könyv. Ez pedig 1573-ból. A templom pedig különböző archeológiai kiállítást is bemutat. Ez de jó, ez egy ilyen temetkezési maszk volt. Lenyűgöző oltárok, festmények és szobrok vannak itt a oaxacai kultúrából. Csodaszép ezekkel az őshonos növényekkel, ezeket, és ezekkel a hatalmas nagy hegyekkel van körbevéve. A templom egyik fénypontja az aranyoltár képe, illetve a különböző fafaragások. Ebben a templomban nagyon jól játszik, hogy a vallási hagyomány hogyan szövődik, fűződik össze a helyi művészettel. Elképesztő, olyan, mint egy képeslap.
szintén itt található Latin-Amerika legrégebbi orgonája a 18. századból. Bevett szokás volt annak idején, a gyarmatosítás idején, hogy bizony a helyi bennszülött indiánok szent épületeiből, piramisaiból, illetve azoknak a tégláit használták fel a katolikus templomok, bazilikák építéséhez. Ezért is van az, hogy mindegyik valamennyire más kő, tehát különböző akkori bennszülött indiánok épületeiből használták ezt fel, és az építését is a bennszülött indiánokkal végeztették el. Nem véletlenül csinálták, ugye, mert ezáltal, hogy ide építették az itteni indiánok szent épülete helyére a templomot, ezáltal is jelképesen, meg valóban is megsemmisítették az ő kulturális, vallási hagyományukat. Elképesztőek ezek az aranyozott oltárok, festmények. Mind az indiánoktól lopták valószínűleg, sőt egészen biztos. Remélem, hogy tetszett ez a kis ízelítő Mexikóból. Ha szeretnéd a következő részt is látni, akkor mindenképpen iratkozz el fel a csatornámra. Találkozunk a jövő héten is!